A nikolász késben nagyon bírom, hogy teljesen kiszámíthatatlan. Szóval egyszerűen nem lehet tudni, hogy mit fog csinálni a következő pillanatban. És élvezete szinkronizálni, mert nem unalmas. Ha érzi a forgatókönyvben az izgalmat, tényleg zseniális tud lenni, de amikor az van, hogy csak Nikolász Kécsnek kell lennie, aki <laughs> mondom, két pisztolyjal, piros fejjel ordi, bár gátlás nélkül beveti, beveti ezt, a, igen, ezt igen. az alibizést is. Ami a csövön kifér, az kétségtelen. Az álmai hősében is, hogy ott van, ott van egy szerencsétlen ember, de ott van mögötte a kiszámíthatatlan. Katatlan Üdv mindenkinek ez a nagy látószög, a Mozinet videósorozata, amelyben háttérbeszélgetéseket láthattok a Mozinet filmével kapcsolatban. A mai témánk egy évelei kiemelkedő premier, pontosabban Mozinetnek is egy kiemelt premierje, az Álmait Hőse című film, melynek főszereplője a sokak által imádott, meglehetősen különleges személyiség, színész személyiség, Nicolas Cage, és a mai adásban Nicolas Kécsről fogunk beszélgetni. Nicolas Kécs magyar hangjával, Csankó Zoltánnal. Üdvözöllek, nagyon örülök, hogy elfogadtad a, a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást és üdvözlöm a nézőket. Nagyon örülünk, hogy eljöttél. Még szinkronon nem beszélgettünk ebben a, a, sorozatban, úgyhogy abszolút éríthetünk olyan témákat is, amik nem feltétlenül szorosan kapcsolódnak Nikolász Kécshez. Sőt, azt is javasolnám, hogy induljunk egy kicsit távolabbról, egészen konkrétan beszélgessünk talán egy kicsit a te viszonyodról a, a a szinkron a kapcsolata. Évtizedek óta szinkronizálsz, az ISDB ö, szerint közel 1800, szerintem annál több szinkron, tehát 2000 szinkron kötődik a nevedhez. Tehát egész nyugodtan elárulhatod őszintén, hogy te mindig szerettél szinkronizálni? <súrítás> hát arra nagyon a kérdés, igen. Hát különben nem is ülnék itt. Annyit visszafelé, hagyj kanyarodjak, aztán innen folytatjuk, hogy emlékezzünk egy pillanatra Józsanyi Miről, mert a mondhatjuk, hogy ő volt a igazi... 30 valahány szó ő volt Nicolas cage a hangja, és egyébként majd arról is beszélhetünk, hogy hogy is került hozzá, mert előtte én szinkronizáltam. Igen, például az arizóniai ördög ami az egyik első sikere volt a Cohen filmben, tehát te voltál a szinkronja, meg a, hát meg, a, Las Vegas végén, Las Vegas kapott díjat, azt is én csináltam. Igen. Később keveredett Imréhez a a állandó Nikolász kész szinkronizálása. Na, hát visszatérve, főiskolás koromban volt úgynevezett szinkronóránk, azt Vas tanár úr tartotta, aki szinkronrendező volt a Pannonia szinkronban. Akkor ugye egyetlen szinkron létezett a Pannonia filmstúdió, aminek volt öt műterme, de ugyanazon a helyen a Hüvösvölgyi úton. És aki kedvet érzett, mehetett úgymond gyakorlatra a tanár úrhoz, és hívott is bennünket szorgalmasan. Nagyon sokan lemorzsolódtak, de néhányan megmaradtunk. Szabó Sipos Barna, ugye az ő neve is a szinkronvilágából ismerősen cseng. Egy jó páron megragadtunk. Valakiket meg egyáltalán nem is érdekelt az osztálytársaim közül. Én én lázasan, rajongva szerettem a Sinkron stúdióba menni, és a nagy öregek mellett állni, és elmondani egy-egy mondatot. De annyira remegett a kezemben például a papír, később meg is jelent egy, egy interjú velem, és az volt a címe, hogy már nem remeg a kezemben a papír, hogy így remegett, hogy most én így mutatom, így remegett, és nem tudtam elolvasni azt az egy mondatot se, úgyhogy igyekeztem megjegyezni, vagy segített a mellettem álló idősebb kolléga, elvette a kezemből, és én úgy olvastam, hogy nem nekem kellett fognom a papírt. Aztán később velem is megtörtént ugyanez, hogy én segítettem egy fiatal kollégának, aki láttam, hogy annyira ideges, és remegett a kezében a papír, hogy elvettem tőle. Na hát igen, így kezdődött az egész. És mi az, ami miatt remegett a kezed? Mármint, hogy mi, mi az, ami miatt izgatott voltál maga az, hogy egy fiatal színész vagy, és hogy ez egy olyan ö, leágazás a, a, a színészetem belül, ami, amihez kell, ha nem is plusz tehetség, de, de azt kijelentetjük, hogy nem minden nagyon jó színész tud nagyon jól szinkronizálni. Tehát te, te, te maga a világ vonzott nagyon, vagy akkor minden ilyen? Ö, Fuh, hát akkor, volt. hát ez egy nagyon, hát ö, minden új volt, ugye? Új volt belépés egy műterembe, akkor voltam harmadéves főiskolás. Egyszer csak találkozni a Mádi Szabó Gáborral, vagy a Sinkovics Imrével, akik Csárcánnyi esetleg az órájuk Hácsákányi Lászlóval, Képesi Józsi bácsi, stb. sorolhatnánk itt a hatalmas nagy neveket, akik nézegetik az órájukat, mert mennének már próbálni, vagy előadásra, stb. És én azt az egy kis rohadt mondatomat nem tudom elmondani csak ötödszörre, -öt hatodszorra. Hat hát ez olyan feszültséget okozott bennem, hogy, hogy nagyon nehéz volt ebből kilépni, és ö, egyszer csak ezt jól kezelni. Legalább 7-8 olyan ö, sztár van. John Travolta, Alec Baldwin, Christoph Waltz, a, a, akinek nagyon-nagyon sokszor adtad a, a hangonat. Főként, hogyha most a, ezen a ponton behozhatjuk abszolút Nicolás cage mint viszonyítási pontot, vagy mint, ö, mint nem tudom, mint végletes ö, példát, hogyha mondjuk egymás mellé a Christoph Waltzot, hogy őt szinkronizálod, és a, a, a Nicolas Cage-et, hát azt kell mondanom, hogy valóban két teljesen más világról beszélünk, más színészi habitus, nyilván neked is a hangodat máshogyan kell használni. Általában, amíg uh, megtalálod egy színésznek a, 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 hangját, amikor egy ilyen nagyon karakteres emberről beszélünk, mint a Nicolas Cage, az uh, mennyi, mennyire jár idővel? Szóval meddig kellett például szórakoznod akár a szinkronstúdióban rendezővel, vagy agyalnod azon, amíg, amíg azt mondtad, hogy jó, igen, ez a Nicolas Cage. Hát az ember egyszer csak erre rákattan. Nyilván előfordul, hogy nem az első percekben, hanem idő kell hozzá. Olyan is előfordult már, hogy megcsináltunk négy-öt tekercset, csak hogy tudja a tévénéző, hogy mi az, hogy, vagy a, aki most bennünket néz, mit jelent az, hogy tekercs, az egy ilyen 20-30-40 másodperces etapot jelent. Azt nevezzük mi tekercsnek, mert valamikor régen ez valóban tekercs volt. Igen, rengeteg ilyen kis, tekercsek. igen, kis tekercsekből állt az egész film, arra volt szétvagdosva, és ezeket a kis tekercseket fűzték be, és egyszerre csak annyit mutattak meg a színésznek. Aztán arra rá lehetett próbálni, levették a hangot, és mehetett a felvétel. Szóval néhány tekercset már megcsináltam, és akkor egyszer csak ráéreztem arra, hogy milyen mondjuk X vagy Y, legyen az a Nicolas Cage vagy a Colin Firth, ott is mondhatnám, hogy akár nagyon sokat, sokakat, hogy abban a filmben ő éppen milyen milyen tónusban beszél. Szeretik ők is egy kicsit egyébként változtatni a hangjukat, kicsit rekesztenek, nem mindig olyan sterilen beszélnek, mint egyébként a hétköznapi életükben. És amikor az ember úgy, úgy most már úgy érzi, hogy a rendező is, meg én is úgy érzem, hogy most megtaláltam, van, mikor visszamegyünk, és újra fölveszük azt az első három-négy tekercset, amivel kezdtük. Erre még ma is van azért idő. Tehát, hogy, hogy mondjuk Van, te, mozifilmeknél szösszön. biztos, hogy van, de mm. mindenképp kell, hogy erre kell, hogy legyen idő. Ezért nagyon sok sorozatot csináltam, hogy azért mindenképpen beszélnünk kell valamennyire a Dallasról, hiszen hogyha beszélhetünk arról, hogy egy színészre ráég egy szerep, akkor beszélhetünk arról is, hogy egy szinkronizáló színész a hangjára ráég egy, egy karakter. Én gyerek voltam, amikor a 90-es években kiskamasz ment a dallasz, de bevallom neked őszintén, hogy a nevedet, Ö, és az, hogy a nevedet összekötöm a hangoddal, a, a, azt én is a Dallas révén ö, tettem meg. Neked ez bármennyire is kényelmetlen volt, bármikor a Patrick Duffy, meg, meg ez az egész Dallas világ, vagy sem. Én úgy vettem ki egyébként a nyilatkozataidból, hogy különösebben nem jelentett <laughs> problémát. Vagy nem, nem idegesített, hogy te egyébként egy drámai színészt vagy egy méret szappanoperának a főszereplőjével azonosítanak. Á, nem, ráadásul hát ez volt az első igazi nagy szappan opera akkor, Magyarországon nem voltak még török, meg mexikói, meg egyéb uh, sorozatok, úgyhogy ez egy, egy kiemelten uh, különleges dolog volt, uh, azt gondolom abban az időben a tévé világában. Úgyhogy engem soha nem zavart. az, az néha zavart, hogy uh, hogy azért nem kaptam meg bizonyos feladatokat, szinkron feladatokat, mert azt mondták, hogy ne legyen a Bobinak a hangja. Tehát a skatúja az Tehát ilyen, ilyen módon. Igen, egy kicsit be, be lettem, és skatújázva. Mennyi évnek kellett eltelnie, amikor már nem jutottál? Hát el... talán ma már, ma már ez nem jön szóba. Talán hát sok, sok évnek. Én azt gondolom, hogy egy 11-néhány tizen, évnek biztosan el kellett telnie. Persze voltak bátor rendezők, akik ö, tudták, hogy én ö, nem csak ez a ö, barna bársonyos hang vagyok, mint a Patrick Daffy-nak, amilyen hangja voltam, és ők, ők nem foglalkoztak ezzel a bobisággal. Inkább a megrendelők között tapasztaltam, tehát a mozi megrendelők részéről volt bizonytalanság. Olyan is előfordult, hogy szinkronizáltam, és néztem, hogy hátra néztem a rendezői helyiségbe, és láttam, hogy ott állnak, vagy négyen, öten, és nézik a szinkront. Aztán később megsúgták nekem, hogy ők a Megrendelő részéről voltak, tehát uh -huh. a forgalmazó részéről uh -huh. voltak, és bele akartak hallgatni, hogy nehogy is legyen az, amit én csinálok. tehát Mert ők féltek attól, hogy én fogom a főszereplőt szinkronizálni. Neked ez a fajta színészi játék, amit a Nikon ez mutat, ami, ami egyrésztről egy ilyen nagyon tolós, meglehetősen sokszor a ripacs határt átlépő alakítások, szóval ez a fajta színészi játék, ez Modra, és most a személyes véleményedre vagyok kíváncsi, számomra, mint színésznek ez, ez, ez szimpatikus. Szóval ki áll hozzád közelebb a, a Nikolász kés vagy a Krisztof Voltz-féle európai? Hát én nem tudok választani. Én mind a kettőt nagyon szeretem, megmondom őszintén. Azt a, a Nikolász késben nagyon bírom, hogy teljesen kiszámíthatatlan. Szóval egyszerűen nem lehet tudni, hogy mit fog csinálni a következő pillanatban. Ez végtelen, él, és élvezete szinkronizálni, mert nem unalmas a Krisztóf Válc is, hát ő is rettenetesen szélsőségesen játszik. Azért, ha Csak ő egy, hogy egy ele elegánsabb. Csak elegánsabb, igen. Tehát ő van. a, igen, a is inkább jókedvűen játsza, ilyen, ilyen, hideggyilkosként működik. A, a Cage pedig, ami a csövön kifér, az kétségtelen. De, de, most biztos nem jó a hasonlat, de a a Jack Nicholsonhoz tudnám hasonlítani. Uh -huh. Hogy a Nicholson is olyan, hogy ott bármi történhet. Akkor is, hogyha ki, ha kivételesen jó fiút játszik, bár ritkán játszik, de a kifejezett kivételesen jó fiút játszik a Jack Nicholson, akkor is ott van mögötte, ott van a szemében, erről nem tehet ilyen alkat. És ilyen alkat a Nicolas Cage is, hogy, hogy ott van benne, most is ebben a filmben, az álmai hősében is, hogy ott van, ott van, egy szerencsétlen ember, de ott van mögötte a kiszámíthatatlanság. Nagyon érdekes volt egyébként ezt is szinkronizálni. Tehát én nagyon szeretem őt szinkronizálni, és nagyon nagy színésznek tartom. Azt nem értem, illetve értem, nyilván anyagi oka is van, meg ő, amikor csinálja, akkor is tudja, hogy ebből már mi lesz ebből a, a, forgatókönyvből, hogy, hogy sokkal több rossz filmet csinált, mint amennyit ő megérdemelne, mint színész. De mégis van egy olyan image, amin szerintem ő egyébként tudatosan dolgozik, hogy ő akkor is a Nikolász Kécs, amikor valami C-típusú rettenetben játszik, hát meg, meg, meg akkor is, amikor egy művészileg jóval értékesebb filmben, egy olyan dramaturgák igazán bonyolult, meg színészileg igazán bonyolult filmben, mint az Álmait Hős, és ez, ez érdekel is engem egyébként, hogy hogy ez hogy néz ki a szinkronban ma, mármint a, 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 egy ilyen szerep átbeszélése. Mert ugye egy, egy színházi előadásnál, vagy egy filmnél, egy filmnél elolvasod a forgatókönyvet, aztán beszélgetsz a rendezővel, egyszer kétszer tizenkétezerszer, ahogy hogy éppen a rendező ezt, ezt igényli, és mire ö, a felvétel ideje eljön, addigra érzed a figurát, hogy, 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 mit kell csinálni. Itt ugye van egy kész uh, produktum, hanggal, képpel, mindennel, egy, egy vízió, amit értelmezni kell. Mondjuk az álmait hőse esetében ez hogy nézett ki, hogy amire odamész, a rendező már biflázza a filmet, hogy valamennyire tud átlátja, hogy honnan, hova jut el a figura, és akkor beszélgettek egy fél órát? Vagy ennél azért ez gyorsabb? Hát igen, régen úgy volt, hogy levetítették a filmet, egy ilyen nagy filmet a főszereplőknek levetítették, volt egy úgynevezett színészvetítés, ezt uh -huh. így hívták, és akkor ott volt egy szinkrontolmács, aki közben mondta is, hogy körülbelül most miről beszélünk. Meg Tomás szinkrontolmács még fordította is. Igen, még fordította is. Tehát abszolút képen voltok, mikor elkezdtük a, a, filmet szinkronizálni. Ma már nincs ilyen. Egy-két kivételt én például tettem, mert volt, amikor elkértem, a, például a királybeszédét elkértem, amikor a Uh -huh. A korin fölszönt szinkronizáltam benne, az elkértem, hogy meg tudjam nézni a filmet előre. És bizonyos jeleneteket többször is megnéztem, mert nagyon nehéznek találtam. De itt ebben az esetben, például itt a rendezőre voltam hagyatkozva. És amikor a, az előzetes csináltuk, még a rendező rendezőse tudta, hogy miről szól a film. Annyira korán jött a, az előzetes uh -huh. a film ez képest, hogy ő, se, ő is csak találgatott. Ilyenkor nincs más teendőnk, mint megpróbáljuk lemásolni azt, amit csinál a, a színész, abból olyan nagy baj nem lehet. És egyébként is én, miután a rendezők ezt elmondja, hogy miről szól a film, mi a karakternek a lényege, többi, Onnantól kezdve nekem a célom mindig az, hogy a lehető legkevésbé roncsam el azt a színészt, akit szinkronizálok. Tehát én nem túl akarom őt teljesíteni, hanem megpróbálom minden idegszállammal őt lekövetni, minden színészi tehetségemmel őt e, szintén lélekben is lekövetni, utánozni azt, amit csinál. Hogy az, Tényleg szinkro, ne csak szinkron legyen, hogy időben elkezdem a mondatot és időben fejezem be, hanem a köztes időben is ott történjen valami fontos, valami lényeges. És én nagyon sokszor meg is izzadok, én lélekben vele vagyok, könnyezek, stb. Hát én azt gondolom, hogy ez, ez az alap, ez a minimum, amit ilyen színészek esetében az embernek meg kell tennie. De nem szabad félváról venni. Ez azt hiszem a 16. vagy a 17. film, amiben Nikolász Kecsit szinkronizál. Ebben a filmben te, mint az őt szinkronizáló színész, észrevettél valami olyan szint, vagy valami, valami olyan színészi húzást, ami nem feltétlenül volt rá jellemző, vagy, vagy, vagy nem így hogy és neked is keresgetni kellett, hogy, hogy ez hogy van. Hát hihetetlenül visszafogott. Ilyen visszafogottak még nem nagyon láttam. Az az igazság. Tudja, hogy doktori fokozatom van? Igen. Önnek sima. Diplomája? Mester. Csak arra szélzok, hogy nincs szükségem a pedagógiai véleményére. Én azt megértem, hogy ott akar lenni, csak hogy a szülők többsége nem szeretné. Ezzel megkönnyíthetünk. Miért nem állsz Nem kéne sofit büntetni csak azért, mert te állást akarsz foglalni, ne ránts magaddal mindannyiunkat. De most is benne van a robbanás veszély, és uh, szombati Gyulával, kedves kollégámmal öltöztem éveken keresztül a Radnóti Színházban és egyszer beszélgettük, és hát sokszor beszélgettük, de egyszer beszélgetés közben egyszer azt mondta, hogy azok a jó szerepek, amikben van kitörés. Uh -huh. Hát ez úgy megmarad bennem, nem? Hát a kécsbe van bőven. <laughs> mint a kés is lesz ebben a filmben van egyszer van, van benne kitörés. Igen, látszik ki rajta egyébként a, a, a sok szerepében, hogy amikor, de ezt gondolom egyébként valamilyen módon minden színészre igaz, legyen az Hollywoodi, vagy vagy magyar, vagy finn, vagy bármi, hogy ha, ha, ha érzi a forgatókönyvben az izgalmat, ha valóban érdekli, és színészi feladatnak látja azt, amit meg kell, meg kell oldani, akkor akkor nagyon érdekes színész tud lenni, tényleg zseniális tud lenni, de amikor az van, hogy csak Nicolas cage -nek kell lennie, aki mondom, két pisztollyal, piros fejjel ordibál, meg ilyen őrült képet vág, akkor igen. akkor általában gátlás nélkül beveti, beveti ezt, a, igen, ezt igen. az alibizést is. Hát neki ez eszköze. Hát ez, ez, igen, igen. Hát ez hát a brandnek a, brand a része. Tulajdonképpen a, Köszönöm, a Las Vegas végállomásnál megteremtette egy egy furcsa, ugye ott alkoholistát Igen. játszott, és, és óriási sikere volt vele. Az, ezzel a szélsőséges színészettel, amit ott produkál. Hát igen, de ő már a David Lynch-nél is ezt a veszett a világban, szóval, mert hát. ugye amikor Coppola a kereszt, fiaként bekerült a, a bizniszbe, elég hamar rájöttek, hogy neki jól állnak ezek a nagyon-nagyon nagyon, e, extrém figurák. Mondtad, hogy beszéljünk róla, és én is szerettem volna Józsa Imréről még beszélni, pontosabban arról, hogy ő ugye meg 30-valahányszor szinkronizálta Nikolász Kérdést, ugye ő már nincs ö, ö, közöttünk. Ö, nem tudom, hogy ezen gondolkodtál-e valaha, de te szerinted azon túl, hogy más a hangod, más az orgánumod. De szerinted te máshonnan közelíted meg a Nicolas cage mint a Józsa csinálta? És szerintem az én hangom közelebb van a Nicolas cage egyébként, mint az Imié Hangszínben. Vagy jobban tudok hozzá idomulni Az Iminek mélyebb lágéja volt szerintem. De azért ő nem véletlenül szinkronizált ennyiszer a Nicolas cage mert nem nagyon jól csinálta. Meg nagyon kajá, ki, ki, tudta hangsúlyozni a kajánságát. Igen, igen, igen. Meg humora, meg a a humora is van, a, a, volt, volt az Imrének, úgyhogy mert a Nicolas cage az is kell. Egyébként nála igazából az állarcnál ragadt. Tehát akkor ragadt rá igazából a Nicolas Cage, mert ugye azt előzte meg a Las Vegas végállomás, említett Ugye az elején, hogy ezt Igen. én szinkronizáltam, és itt meg a Travoltát, az állarcban És ez egy kultikus film lett, és utána a megrendelők mindig azt mondták, hogy aki a, az állarcban volt a, a Cage-nek a hangja, és az az IMI volt, hogy ő szinkronizálja ezt a következő filmet, ezt a verset, stb. 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 Ugyanezt történt velem, csak Travoltával. Nálam tulajdonképpen onnantól mondhatom, hogy nálam maradt a Ez travolta. egyébként milyen érzés, amikor egészen konkrétan van egy film, amiben, és egyébként van hasonló példa rá a szinkron történetben, hogy van egy karakter, akitve előtte a színész számos filmen keresztül szinkronizált, majd van egy film, amiben főszerepet játszik, az a színész, de nem te szinkronizálod, hanem a másik színész szinkronizálod. Ez, ezen túl lehet lendülni nagyon-nagyon gyorsan. Van bármiféle érzelmi kötődésed, ilyenkor van. Van. például a Józsával beszélgettetek erről, ez egy trauma volt? Ja, nem, nem, nem. Hát nekem van kit szinkronizálnom bőven. Én nem irigyeltem az imitől. Sőt, amikor az állatot, állatot csináltuk, akkor még nem külön szinkronizáltunk, akkor még együtt voltunk. Tehát uh -huh. az egész filmet az imivel együtt csináltuk végig. Tehát ott a mikrofonon. Így van, igen. Ma már, ha most szinkronizálnánk, ma már nem lennénk együtt, most már mindenkit különbesznek. Te melyik fajta színész vagy? Az, aki ha otthon tévézik, vagy elmegy a moziba, vagy néz egy filmet, akkor uh, tud arra figyelni, hogy hogyan működik a film, már a, az a film, amiben szinkronizált áll. Vagy, vagy, vagy onnantól kezdve, hogy te dolgozol egy filmben, az teljesen és, és szinkron, tehát hogy magyar hangsága nézel a filmet, kiestél belőle. Vagy, vagy tudod magad úgy hallgatni, hogy mész előre a történettel? Hát tudok, igen, 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 most már én nagyon megszoktam magam. Tehát, nem olyan sokszor hallottam magam. Én nézni nem szeretem magam. Se fényképen, se filmen, hogyha néha belecsöppenek egy-egy filmbe, azt nem szeretem. De már annyira megszoktam magam visszahallgatni, hogy az már egyáltalán nem zavar. És én tudok élvezni úgy egy filmet, hogy én, én vagyok mondjuk a főszereplőnek a magyar hangja. De nem azért, mert magamat hájjal kenegetem közben, hanem én tudok menni a filmmel. Sőt, kritikus is vagyok magammal, hogyha úgy látom, hogy na, ezt lehetett volna egy kicsit másképp. Van kedvenc mikor uh, Nicolas Cage filmed? Nem csak olyat ér mondani, amiben te szinkronizáltad. Hát nekem, hát az most hát a Las Vegas végállomása az a kedvencem, hát ezt azt nagyon imádtam. És azon meg is lepöttél egyébként anno, hogy, ez a, hogy ez a figura erre <coughs> hát akkor őt még, még, nem ismertem annyira, tehát nekem mm -hmm. ő, 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 ő új színésznek számított. Mm -hmm. És arra emlékszem, hogy a Nagy Kálózi Eszterrel csináltuk, és akkor is hogy még együtt voltunk, tehát nem, nem, külön voltak a, nem külön vettük föl, és rengeteget nevettünk. És volt olyan is, hogy a, az Eszternek neki kellett menni a stúdióból, tehát nem tudtuk fölvenni együtt a, a, jelenetet, mert annyit rögtünk. Tehát nagyon jó hangulatban folyt a, a szinkronja, és, és közben rácsodálkoztunk, hogy ez milyen remek film és a hát Oszkár Díjas is lettem véletlenül. ez izgat téged egyébként? Ettől vagy ö, még mindig ilyen szenvedélyes szinkronizáló? A, a, ez, ez kihívás, vagy? Igen, vagy kihívás. Érdemel? Minél nehezebb, én annál, annál boldogabb vagyok. Ez szerintem tökéletes végszó. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, és reméljük, hogy fogunk Köszönöm. még itt is találkozni. Köszönöm szépen a meghívást. Ti pedig iratkozzatok fel a Nagylátószög Mozinet csatornájára, várjátok az új videókat, nézzétek meg az Álmait Hőse című filmet a moziban, ami feliratosan és szinkronizáltan is elérhető lesz januárban, és Nicolas Cage Hangja mai vendégünk Csankó Zoltán. Én nagyon élveztem ezt a beszélgetést, remélem, hogy ti is, és majd velünk tartotok a következő videókban is. Minden jót szervusztok!